Az NB1-ben 6. helyen álló Kisvárda együttesét látta vendégül a szombathelyi Haladás NB2-es foci csapata a Magyar Kupa 9. fordulójában, ahol a legjobb 8 közékerülés volt a tét. A hali szimpatizánsok azért is reménykedtek a továbbjutásban, mert a következő körben az ősi rivális Zete lett volna a Haladás ellenfele. A zöldfehérek legjobb góllövője, Medgyes Zoltán sérülés miatt csak a lelátóról figyelte az összecsapást. Az első negyed óra egyértelműen a Kisvárdáról szólt, a vendégek mezőnyfölényt alakítottak ki, a Haladás nem tudott kibontakozni. A folytatásban kezdett feléledni a szombathely, a 21. percben veszélyes helyről végezhetett el szabadrugást, de Kis Bence 18 méterről nem találta el a kaput. Egy perccel később Kálai gondolt egy merészet, de távoli próbálkozása Jócskán mellé szállt. Az első félidő derekán óriási vendéghelyzet, Kovács Réti azonban ballal csúnyán céltévesztett. Egy perccel később már nem úszta meg a hali. Navrati jól tartotta meg a labdát a 16-oson belül, lefordult védőjéről, majd laposan a hosszúba lőtt, így megszerezte a vezetést a Kisvárda. A második félidőre sem változott a játék képe, az 54. percben megint a Kisvárda próbálkozott, de Rózsa maga biztosan hárított. A folytatásban fontos kulcsjátékosát veszítette el a Haladás. A korábbi válogatott, Devecseri Szilárdot hordágyon kellett levinni a pályáról. A védő Achilles-ínszakadást szenvedett, és már a meccs után megműtötték a Markusovszki kórházban, így idén már biztosan nem léphet pályára. Nem sokkal később újabb meghatározó futballista dőlt ki a haliból, Csillus kapott a lábához, a középpályásnak valószínűleg a combizma szakadt el. Mindkét játékos kidőlése óriási érvágás a Haladás számára. A találkozó utolsó negyed óráját ettől függetlenül nagyon megnyomta a Mátyus legénység. A 77. percben Holdan findítását Dragóner mesterien tette maga elé, de a hatalmas zicserét bravúrral védte a szombathelyi nevelésű vendégkapus, Dombó Dávid. Nagy erőket mozgósított, de több helyzetet már nem tudott kidolgozni a Haladás, amely az 1-0-ás vereséggel búcsúzott a Magyar Kupa küzdelmeitől. Ráadásul fontos játékosait vesztette el a szezon hátralévő részére. A vezetőedző soha nem mondhatja azt, hogy elégedett, illetve gratulál a csapatának egy vesztes mérkőzés után. Én még most a kivétel. Hatalmas gratuláció a játékosaimnak, gyakorlatilag fényévnyire lévő csapattal találkoztunk lehetőségek illetően, de ebből a pályán nem sok minden látszott, egy gól az sajnos látszott, hiszen eljöztek minket, de a 95.-6. percig paliban voltunk, és abszolút helytáltunk. Ettől függetlenül a vereség fájó, de azt kell mondjam, hogy büszke vagyok arra, hogy ilyen csapatnak az edzője. A szombathelyi Haladás vasárnap a bajnokságban javíthat, a Kaposvár érkezik a Rohonci útra.